Egy férfi közlekedik robogójával Pécs történelmi belvárosának kis utcáin. A sofőr hamarosan a bíróságra siethet, ugyanis a pécsi járási ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat ellene. Az esetet egy rendőrautó fedélzeti kamerája rögzítette. A vádlott 2022. szeptember 11-én éjszaka vezette segédmotorkerékpárját Pécs belvárosában. A felvételeken jól látszik, ahogy a szűk utcánkban próbál menekülni az egyenruhások elől, a rendőrök azonban követni kezdték. Több közlekedési szabályszegést is elkövetett, felfigyeltek rá a közelben gépkocsival járőröző rendőrök, akik a vádlott után indultak, hogy igazoltassák. A férfi észlelte, hogy a rendőrök követik, ezért menekülni kezdett. A rendőrök a gépkocsival Pécs belvárosában követték a segédmotorkerékpárral cikázó vádlottat, aki végül úgy állt meg, hogy egy útpatkának neki ment a segédmotorkerékpárral és elesett. A baleset következtében 8 napon belül gyógyuló sérülései keletkeztek. A videón látszik, ahogy a vádlott az egyik utcában neki megy a patkának és elesik a motorral. A járműben 150 000 forint kár keletkezett. Bár a férfi megpróbálta felállítani motorját és tovább menekülni, a rendőröknek azonban sikerült őt elkapniuk. Később kiderült, alkoholos befolyásoltság alatt vezette a segédmotort, a teszt ugyanis pozitív eredményt mutatott. A cselekmény ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének megállapítására alkalmas, ami 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.